Most olvastam. Hattad? Ittem én itte. Akkor jó. Azt mondtam, hogy mit olvastam, Jojo. Mondja, megettem három úcsokat, de jó volt. Amit olvastál, nem vettünk ki, és neked meg Laccó nem vettünk. Sisájdő, Jojo. Eljájtőzünk az erdőbe, van egy nagyon jó ötletem. Ne, Francis! Én mi a ötleted? Ott már még velem. Anna, addig itok a lóit. Legyél ki egy opiumpipát, gyorsan. Jaj, Francis. Nem, de fegyverszállításra nem menjünk már rá ketten, bazd meg. Jaj, Francis. Szia, Willikém, szia. Jaj, meg fogunk halni, bazd meg. De cípen kokít, Csilla nagyon cípen kokít. Jojo, most olvastam, képzeld el, ott a körzési istenne, oda ki volt tűzve egy szeti, hogy, érted? Nem értem már most, hogy nem értem minő becét. Ja, akkor elmondom. Van támból 21:50 perckor Boston idő szerint fegyverszállítás indul, Tabavétbe. Azaz itt el, fejénk jönnek el, Jojo. Itt csak ketten vagyunk, te pirkegyelmű Francis, mit csináljunk akkor? Elbújunk az erdőbe, erdőkelkedő szén. Élvettem, amikor elfeküdtem, utána felkeltem. Na és akkor az hát a én... nagyon tépult. Az... Az a jegyek, hogy elbújjuk az erdőbe, és akkor egyikünk odaszalad a szekérhez. Pál! Nem lett jó, lelőnek. Joka, az a jegyek, hogy vegyél ki egy puskát, érted? Nem metek ki puskát, nem kell. Nem tudok lelőni, ajja. Jó, hagyném meg akkor vegyek ki egy opium pipát is, Jojo-ka. Jojo, gyorsan! Gyorsan, elkapom a madarat, gyorsan. Tehát most ketten megyünk egy fegyverszállításra, rá csak kérdezem, halkan. Az instant halál, tehát... ennyi erővel már most ugorjuk le valahonnan, mert azzal többet érünk amúgy. Nem, se jutunk odáig. Prentita, azt kell mondanom, nagyon jó ötletei vannak, de nem lett jó, a ketten vagyunk most a normál. Elégesz, Jojo, elégesz. Mi vagyunk, Jojo, te vagy a Daltoni medve, én meg Francis, a Dalton. Dalton Francis Dalton. Meg Dalton, Jojo Dalton, a medve. Daltoni mördve, vegyek ki gyorsan egy opciópipát. Kibettem már. Jelunk akkor. Hát de hol van a mongol agy, hogy nem értem. A megsértődött, hát biztos. Ahogy sértődött meg, mikor még atya látta, hogy a nyíl közeledik arcába. Keszi, hogy lelőttem, Jézusom. Hát ezt meg fogunk halni. Nem volt Jojo, biztos. No, megyek RP picit. Jó van. Jó RP-zés, Puncella. Jó játék van. Tudom, mindjárt meghalunk. Na. Tessék. Mit csinál, Francis? El se jutunk odáig, hát, hogy... Ne most útkáljál már, mint egy halacska, gyene már. Prentit nem úgy cuckányál már, mint egy horocska, menjünk már akkor. Ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el. Nem cuckányál már, Prentit, te menjünk már gyógysa. Úgy egy fekete mókus, hogy te le kell.
Hát kezdj ezt nem hiszem. Tehát ilyen nincsen? Na. Tessék. Hát egy nem ittem el. Hogy üt. Hát. Állap. 5 percenként le kell esned a lóról. Nem tudom elhinni egyébként. Orvos az? Jojo. Adjon itt te! Hát a múltkor becsaptatok el én engemet. Hát mi? Hát én bitott jönne. Hát adtam neked gyógyszert, azt nem hoztatok pipát. Én mondtam a bugyut a Francisnek, itt van nálam azóta is. Én mondtam ennek a bugyut, azt mondta, hogy váltjuk át tőke. Án csillagot számoltál az égen, itt van nálam azóta is. Én a Francis mondtam. Ötlete volt? A Francis ötlete volt. Na jó van. Itt van, ide ledobom majd vetfő. Kiveszem a zsebkendőimet a zsebemből. Megtennéd nekem, hogy lemész a folyópartot, bevizeted nekem? Persze. Jojo, megint oldalba után, hova megint? Hát nem igaza, mert a kettő ciklát akart átugrani. Hát hogyból? Utána meg úckátsz, mint egy halacska, nem így? Persze. Láttam, fattag jól. Így csak mondom, Francis, ez az orvos, csak innek nem vittük a pipát, átvágtad őket. Én mondtam, hogy vigyük neki. Pont most indultam, Jojo-nál ott van a pipa doktor. Igen, Jojo, ott van. Nincs nálam, mert Francis elvette. Én nem vettem el, doktor. Hát elvette. Jojo-nál van. Mit tocson nálam elvette? Hát Jojo-nál van. Jojo-nál de mit tocson Francisnél van elvette? Hát akkor elvette. Most kinél van? Jojo-nál van, doktor. A Francisnél van elvette. Doktor, nekem higgyel, Jojo felkegyelmű. Egy ösztöny, nem foglalkozik mással, csak azzal, hogy egyen, ígyon és ahogyon. És kakéljon, és püsüljön. No de várjon. A Jojo nekem azt mondta, hogy ő akarta hozni. Így akkor a Francit azt mondta. Azt mondta a Francit, hogy akkor ne vigyük már nekik, nincsen kedvem. Nem így van, Jojo-ka. És a bőr jöjjön le az arcukról, ezt hideg, mondta. Hideg még a vizes kendő jött. Hideg. Jojo, hogyha megint, ha azt mondja a Francis, hogy meleg a vizes kendő, akkor vizezze be neki megint a folyónál, ide vízze. Doktor, micsoda hekke bajszolom magának, doktor. Voltam a borbénál, igen. Meg? Levágottam a szakállamat. Szia, Stickers, puszillag, szia! Értem. Na de a pipával akkor mi lesz? Jojo-nál van a pipája, doktor. Nincsen nálam elvette Francis, de most Francis elmegy, és hogy nekem is, meg neked is, mert be kell tartani. Nincs nem, Jojo. Akkor Francis tudsz nem vette. Hát én úgy vártam magukat ott a tűzni. Te kaptál gyógyszert, nem él. Beleértem magamat. Úgy érzem, hogy ennek nem lesz jó vége, ha én itt maradok. Mi mely álszál? Hát ott van orvos, ott van medfő. Meghozta. Hát mondtam én, hoztam én. Akkor én mondtam. Én mondtam, hogy én oda akartam adni. Miért azt mondta Prenci, hogy ne. Miért elküldtem a Jojo? Én küldtem el kell most is a pipáján, Jojo. Na, várjuk meg valahol, Jojo. Szerintem parancsolja el fognak jön. Köszönöm, doktor. Ötönöm tépen, neki majd kell. Nekem nem akar adni egyet, doktor. egy pipa, egy gyógyszer. Adtam hát egy pipát. Adta két pipát, én már adtam két gyógyszer. A kettő pipát adtam orvos. Hát igen, de amikor én meg adtam egy gyógyszert a Jojo-nak. Ez így csika. Hát Valentine-ból most indult el egy olyan 5 perce. Jó, tám, köszönöm. Jojo, gyere, bújj ki az eldőt, gyere! Gyere már, Jojo! Te... Vigyázzatok! Ha várjál meg, Prentit, te fékegyelmű! Prentit, várjál meg a... Szia, Rota! Ó, faszom, Francis, bassz meg! Milyen erdőbe bújjunk? Hol vagy? Hova ment? A bárnyám már még, Francis. Jojo, de akkor ne ugdalj oda, hova.
szükséged van heroinra? Úgy eltíptam ezt a pipát. Nem is elszívom, várjál. Ne tívd el a vaklánygőben, nem nyom rendsit. Na jajajaj, Francis. Ne tívd el a vaklánygőben, ne tívd, állj meg. Jojo, nem álltok, már kell menni, Jojo. Egyenesen, jobbra, 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 Francis, jobbra, ez balra van, Francis! Mondtam, hogy ne tívd el a baklánkődbe, én mondtam. Aj, baj, mondom, jobbra. Mondtam én jobbra, de pi, kegyelmű, Francis, e móka, móka. Ne! Francis-ke! Ne már, geci! Nem hiszem el, mi a fasz van ma? Francis-ke, fiam, csak móka volt. Nem hiszem... Ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el, gyerekek. Ezt már nem hiszem el. Jó, de jó, atyána, de jó, nagyon jó. Áll, orvocs, orvocs! Jaj, de jó, atyána. A Prentice mókáltunk ott, elkaptam, olyan erős vagyok nagyon. Olyan sötét nem is láttam, ott fekszik az úton. Áj, igen, igen, mint egy mögve. Elkaptam, a Francis-t. Elkaptam Prentice-t, elkaptam mókáltunk ott, túl erős vagyok nagyon. Van egy nagy duzzanat a szeme alatt. Szia, Poleskó, köszönöm a követést. Megkérjük egy kis mentás krémbe. Geci, ezt nem hiszem el. Jó, hát ha hátulról, ha valaki hátul áll, akkor hú, az el kéne vinni a lovát, fejbe fogja rúgni az orrul. No, Francis? Mit csinál, Frenci? Fáj nagyon? Nem, fáj semmi, csak hiányzott adta. Éppen azt mutattam meg a Jojo-nak, hogyha valaki hátul megtámadja őt, akkor hogyan lehet védekezni úgy, hogy ha ott meg teteti magát közben, tudja? Doktor. Nekem nem volt semmi problémám, csak ugye úgy csináltam, doktor, úgy csináltam. Majd vigyem meg, hogyha fáj. Nem kell gyógyszer, nem fáj semmim, Jojo. Az előbb itt kérte rajtam a gyógyszert. Nincs egy kenyerük. Nincs egy kenyerük. Jojo, nincs egy kis patkányod. Ó, csak ne egy modern húcs van nálam, mert nincs étem, mert Francis minden megetsz állandója. Francis, magának sincs. Szia, de egy pillanat. Köszönöm karékenyi a követést. Úgy érzem, kiukad a gyomrom. Adom, doktor. Benne forg a csalószarba. De köcsög. Hát ez a ló ki sincs képezve, bazd meg. Nagyon low citrom íze van. Csak a Jojo-nak a szaga. Ne törjön vele, doktor, ha megbocsájt nekünk, el kell ejtőzködnünk az erdőbe. Hát a Jojo szeretné a fegyverszájt meg kiabolni. Ez nem igaz, de te ütleted volt, megmegyek a bőtőbe. Én ezt meg sem hallottam, megyek tovább, viszlát. Kötönjük, doktor. Jojo, nincs nád egy pipa? Nincsen már. Szomorú vagyok. Gyere, Jojo, nem erünk el egész nap. Na, mikor halunk meg? Anne, nem jó ez. Azt nézem, Jojo, hogy már fognak jönni. Hát, hogy ott jönnek fel a szódakba. Én azt sem tudom, onnan jönne. Twantime-ból. Hát a mögöttünk van, nem onnan. Hát a Twantime-ból mennek Tumbleweed-be, érted? Hogy elnézem, ott van a nagy fa, az a nagy kantörgy fa, a fa, mert nem sokáig jutottunk így másfél alatt. Nem sokáig jutottunk, mert együttű vagy azért.
Menjünk haza, Jojo, hát ha van otthon valaki, aki tud nekünk segíteni. Jojo, mennyi. Ott van a mongol arconyám, mi baj a va? Hát nem tudom, arconyám, szerinted mi a baja? Jó, te mindenkit tönketeszel. Ez nem igaz! Húgd oda óvamat. Ez nem igaz, akkor leszállok, hogy szodja engem. Ne szálljál el, megyünk haza. Jojo, kicsit fáj a fejem egyébként, megmondom neked őszintén. Amiben erős vagyok azért. Azért? Erős vagyok, ott nagyon elkaptalak, ott elányultál. Értem, amit mondasz. Jajaj, nem lett jó. Hát csak odaérünk Francis Mabiton csalkba. Itthon vagyunk, Jojo-ka, itthon vagyunk. Hát még bármi meg lehet érte. Már nem, Jojo. Már ugdalhatod ahova. Én nem szoktam, Jojo, mindig rám fogod. Hát nem vagyunk előrébb. Ott veszek egy pipát, Jojo, gyorsan. Hát még megy a hatás a pipának, Jojo? Ám már, nagyon rossz ez a pipa, nagyon rosszul vagyok tőle. Nagyon jó, tipli. De csak ketten vagyunk, Francis, hát ne támadjuk már meg, inkább menjünk csalibát lopjuk. Nézzük Valentine-ba, hát ott van a mongolacony. És akkor ott van a... És ott veszel nekem egy kést, Jojo? És ott beteg neked egy kést, és akkor utána... A lopunk Csali bácsitól. Rendben. Hát ott volt a gaddám. Hát most hova mész már be? Hát gaddám. Ha menjetek öltözni, megyünk esküvőre. Esküvőre? Igen, siessetek. Nem aboljuk el a fegyverszállítmányt? Nem, az most nem fontos. Á, de én úgy ültöttek fel, én fel vagyok ültöttve. Akkor így jöttek, jó, gyertek. Én így jöttek. Hova? Keresküvővel megyünk, Jojo. Én nem tudom, ahonnan tudjam én. Jój. Keresküvővel megyünk. Gyertek. Na, uraim. Jojo, vegyük fel az ideálulánkat, és akkor megint elsz a szalos medve, meg a falszos dögény az esküvőn. Hát egy jó ötlet. Elmondom, mi a helyzet. Mi a helyzet? Méri, hozzá fog menni Everelhez. Tényleg, Ever megkelte még ezért? Hát ez kell az, hogy a Daltonok békén hagyják Mérit. Itt kiadom Mérit. Francis, te mit gondolsz erről? Tudod, Jojo-kám, Marika a boszorkány? Fújj a bütyös acsony. Hát egyen, áldásomat adom már. Én engem nem kérdezel meg Goddám, mi a minden. De, hát és a te véleményed? Hát nem tudom. Jó. Na, hintót mindjárt előhozom. Öltözzetek át, ha akartok, hát a mennyegzőre. Megyünk a gyorsan elmegyünk átöltözni. Jó, te gyógy. Na, többiek is mindjárt érkeznek. A mongol acony láttad valahol? Nem. Semmi nem történt benne, nem azért kérdette. Menjünk Prenti Gyorgy. Igen, na jó. Jó, menj már a lóra, pattonj már fél. Szerintem neked kéne hajtani a pacsiatát. Tenész? Tessék. Fejem hol van? Ki? Sósa Anka pihen. Pedig fogtam neki egy gyönyörű szép pajpát. Tessék. Mindjárt jövőnk, tenész, tuskó, hajnahasadás, kanóc. Dállabbúj, de ott puta nyúl. Jojo, még egyszer így kiabálsz, el fogom tépni a fejedet és beálljuk a tüdőt, érted? Hát mi mondott nekem ilyen csúnyáka?
Ez nem volt csúnya, ez szeltetből mondtam. Mert én úgy szeretek téged, pici maci. Gyönyörű, szép, anyos, kis maci. Ja, ényeg Jojo, egy valamit tanuljál meg. Ez egy jó tanács tőlem. Érted, Jojo? Éte, mini. Hakuna Matata, érted? Hát a indián rumán van a büdös medve. Jó, akkor te vagy a büdös medve, meg a falszos dögény. A úton mennyi Franci, te buduta. Hogy ja, szerinted hol megyek? Szerinted hol megyek? Szerinted most hol megyek? Hol még lagolok, aha. Hát csotya úton, mint ott mindig elecsünk. Uff, ki az beszél? Kezd beszélni a sápat arcú. Az előbb Jenny. Mondtad el, hogy mentek. Az előbb mondtad el, hogy mentek Jojo-kával átöltözni az indián ruhába. Ezt már akkor is láttam, hogy te vagy múltkor, meg most is láttam, úgyhogy... Nem tudom mi a beszélni, sápat arcú. Jojo, ez Francis, aki előtted ő? Jó. Hát ő jaj, de a bogyutja Francis. Francis, kit akartál átvenni? Jojo, miért kell mindent elmondanod állandóan? Hát mert Nadi, mert tudja, hogy te vagy, hogy nagyon nagy almafejed. Nem is almafej van, hanem ilyen körte. Körte, igazabb van, körte. Orágután. Jojo, hoztogatja az ópium pipát a doktornak. Ez nem igaz, de te nem igaz. Neked kell egy gyógyszer. A orvosnak meg azt mondtuk, hogy viccünk nekik. 50 centi árulgyuk, hát azt melyik? Mondta. Mit csinálsz? Melyik hülye találta ezt? A fékegyelmű Francis, én mondtam. 50 centér? Ám a Jojo volt. Én mondtam a Jojo-nak, hogy ne. 5 dollárért kell adni darabrát. 5 dollárért? 5 dollár darabja. Ennyi, még egyszer ismételd meg. 5. 5 dollár. Hát majdnem annyira adtuk, akkor ez így jó volt, Jojo. Hát ingyen adtuk neki. Francis, én felakasztalak. Hát csak nem. Tegnap 3 órán keresztül termesztettem a mákat. Hát nem baj, van még ott opium pipa 5 darab vagy 6. Igen. Hát így darabban mi. 10 darab van. Már csak 9-et kivettem. Nincsen véletlen elmúlva összeálltak. Micsoda? Amúgy vettem. Úgy vettem 40 dobozza. Mit mond? LOL lőszer, mit mond ez? Jó. De vicce csak goddám. LOL lőszer. Fékegyelmű Francis. Hagyjunk akkor, mert LOL lőszert kell venni. LOL lőszer. Ezt mondj, én sem ítem, mit kell menni? Minek kell neked revolver lőszer? Ha nincs a LOL-ben lőszer. Mondd ki nújna. Nem kell az. Minek? Mit kell kimondani, Jojo? Nem tudom, nem úr, mert... Revolver összel. Nem ítem, goddám, nem ítem. Revolver. Mondd ki, Francis, revolver. 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 Azt mondom én is, Tenis, hogy AOL. Azt mondd, AOL. Azt mondod, hogy AOL. Jojo. Pofa fogok vágni. Jojo, mit szólsz? Tényleg, hát nem, meg se köszönted, hogy felvettem a csapatba a mongol asszonyt. A szerelmedet. Hát ott te mi kell? Te nézd, tudod, mit csinált vele a Jojo? Mit? Hadszolod, te íja? Mi csináltál? Hát méletlen a kígyút le akartam lőni. Jojo, normális vagy? Hát le akartam. A mongol asszony bekerült a csapatba, azt ma reggel, ja nem, tegnap este, mikor felkeltem, itt várt 90 metilalkohol, 90 fa, meg 90... Ja nem. 90 mákmag, 90 metilalkohol, meg 90 kokainlevél. Jojo, tehát egy nap alatt... Jojo, egy nap alatt Jojo. Többet tett, na... Egy nap alatt a mongol asszony többet tett, mint te egész életedben eddig Francis Coman. Együtt, Csika.
Én csak le akartam a kigyót lőni, hogy belenézett. Ezt ki kell magamnak. Ma te elaktam érte a távot, és a módka is. Távot. Tartozol nekem tenisz 25 dollárra. Igen, tudom, majd odaadom. Értem. Tegnap nem is kerestem sok pénzt amúgy, Francis, csak 150 dollárt. Ezt én nem is hallgatom inkább. Elindulunk, akkor kell Evo előszert venni. Nincs, nincs itt a férj, nincs itt a tanú. Hát a feleségnek írtam egy táviratot. Tényleg addig elmehetnél. A feleséghez beszéljétek vele. Persze, addig... Csocsókám, elkergetted a lovakat? Hát ő vannak a lovak, én sem tudom már. Kiaboljuk a fegyverszájtmányt. Jaj. Fegyverszájtmányt. Tehát a Jojo elhasználta az összes fegyvert a távolba. Én hát nem itt ott nálunk fegyvert, én vettem minden lőterből. Jaj, Francis, bocsánat. Engedj már felülni. Én ugye csináltam ott két elalul. Hát most négy lovat szélne keresztettél, Jojo-kám, nagyon jó. Hát nem én múltam most, tehát mi mondod? Ez az esküvői hintó. Volt. Francis! Vejeltem volt be, akkor fel azt a nagy izét. Jaj, na mutatok nektek valamit, idétek? Ezt nézzétek. Vagy mikor kapok ilyet, te nézd? Kék, fekete. Pont illik a színemhez, meg a szememhez. Na mondjuk, mondjuk hozzád más ilyen, de mindegy. De ez gyönyörű ez a puska, én mikor kapok ilyet? Hát menj el oda az Exotic Temple boltba. Hát nincs egy kétre se pénzed. De várjál, mert lehet, hogy megcsinálják ingyen. Na, hivatkozzatok rám. Lehet az íjat is szépen meg lehet így faragni. Még zsírot kenyeret csettem, meg almatortát se, ott is hivatkozzunk rád. Pürkültet se. Persze, ott is azt kell mondani, hogy élszak a sok a falkas az erdőbe, aztán soha nem kapunk semmit. Hát nincs így nyitva a pékség már nagyon régóta. Dálom. Francis meg Jojo, menjetek már oda hátra a tűzhez, addig valahogy elintézem itt ezt a izét. Szekeret. Jókám? Ja, mondjagadtál. Nagyon büszke vagyok rád, olyan jó viselkedsz. Hát jó viselkedek én, persze. Figyelj, a vasat, amiket gyűjtettél, azt nem akarod befejezni? Mert adnám a 100 dollárt, érte. Hát befejezem én hétfőn vagy kedden. Igen, na jó van, majd akkor... Hát nem mondtam, hogy nem kell nekem pénz, nekem mindjárt így kell, mondtam már neked, de két hete várom, megígérte. Itt? A indián íken nekem már. Két hete azt mondtad, hozott több mint itt. Jó van, hát... Na. Zsocsókám, azért... Mit vagy ilyen türelmetlen? Hát innen, bocsájt meg nekem. Most mit gondolsz erről a házasságról? Hát én azért tudom, ki az a büdös asszony egyszer lát. Hát a boszorkány. Ilyen büdös asszony, honnan hát nem fűdik, ő mondta, csocsen fűdik a büdös. Ezek az igaz. Büdös. Hát a evédának ilyen büdös asszony kell. Persze. Nézd csak milyen fel... Ja, már mutattam. Nekem nem tetszik a pucska. Miért nem? Hát ez mennyi volt ez? Megkérdezzetem. Kizik a Francis, látod? Hogy dobjak egy ilyet el? Adjál nekem is egy ilyen, hogy dobjam el. Adj már egy ilyen, hogy dobjam el, kérlek már Francis, te bugyuta. Na jó, vagy Ancsi, köszönjük szépen, akkor másképp megoldjuk. Hát ez most restartig itt marad. Adj már nekem, adj mind egy ilyet, adj dobjok már. Próbáljak meg leadolni nektek egy szekeret? Aha. Adj dobjok már egy ilyet, adj mind. A bújtott a Francis eldobhat, én nem dobhatom meg. Hát... Árjál? Uff, büdös medve! Hát én nekem kiest. A ma beteg mondj neked én. Ilyennél, falszos dög egy.
sivatag és a stasba. A mikor menjünk a indiánokhoz meg őrkültet dobni? Nem tudom, Jojo, én nem tudom, de mióta megjelkezte ide a tanyára, azóta körülbelül 7-szer vagy 8-szor ugdaltad oldalba a lovamat. Nem igaz, én nem rúgtam meg a lovadat. Csak mókáltam meled, ott elájultál, erős na, vagyok. Na, végre már. Na, te mikor de megyünk Jojo. Pőrkültetni? Még akkor köll a Samóca, meg az Everell, azt indulunk. Hon van a mongol asszony? Én nem tudom, hol van mongol. Jojo arcot teszem oh, de jól nézek ki Jojo. Ha, ilyen nagy műtő. Nem Jojo, ő a büdös medve. Puff sápadt arcú, élni falszos dögégy, a sivatagi sastrasből. Azért jöttük el a vidékkel, hogy megbosszuljuk azokat az embereket, akik tönkre tenni. Mondjam már. Ha. Figyelj. Úgy érzem, hogy Francis kezd megint meghűlni. Mit csinál? Segíts már, mit csináljunk, hogy ne legyen ilyen hülye. Hogy nagyon gondolkodok, jól, de gondolkodok. Hát én tudom, mi kell neki, asszony. Asszony? Asszony kell neki, én mondom. Asszony kell neki. Adjátok hozzá a mongol asszonyhoz. Hát a mongol asszony, hogy bitott, nem. A bogyót, az a kékegyelmű frencs. Jaj. Jön a mongol asszony is, Jojo-kám. Jó, vártam már, jöjjön. Én nem megyek innen el a Jojo parkot. Jojo-kám, azt miért nem csináld azt, hogy te is most megkéred a mongol asszony kezét gyorsan? Hát, búj, azért nem kérem me, mert van egy lova nálam, érted már. Igen? Én csökkó, van egy lovam nálam, és mondtam, egy csóké utaltom neki, azt mondta, hogy nem csókó meg. Lehet nem kért a cépen, Jojo. De nagyon cépen kértem, ott fejbe lőttem, Mia. Mit szólnál, Jojo, hogyha adnék neked valami szembet, hogy esetlegesen azzal próbálnád? Jó, van, adjad akkor. Hát napi 15 órát megy kb. A gép. 12-t, az biztos. Figyelj, Jojo. Jó, csak nincs ismerősöm, ki újra passzázza, én meg nem tudom. Kötyönyű. Lehet, hogy ezzel mondjuk. Jó, nem tudom. Hát megpróbálom én, jó van. Hát én azt mondom, ezzel lehet, hogy sikeresebb lesz, mint az íjjal a fejében. Jó, hát is csak de a Francis-től mondom, Francisnek mondja, amikor eljön a pillanat, mikor jó ötlete van. Na jó van, Zsuzsák, sok sikert kívánok neked. Jó van, kötyönyű, már úgy is ott leszel. Jaj. Kicsit félrenyeltem. Mi van, Jojo-kám, meg fáztál, vagy mi van? Hát nem pártam meg, csak ilyen bogarak vannak a számba, amit én nem nyertem, a későbbre tartogattam. Jaj, értem, felraktad a padlány, nyelvpadlásodra, vagy a szájpadlány? Oda, én is úgy szoktam, Jojo. Jó, van, én tudom, én úgy kell nagyon. Azt a jó finom feladatokat meg kell tartani későbbre. Hát meg kiad a lovona? Kiad a nonát? A Samóca. Samóca. Hát az ananász akkor. Hát igen, ananász, így van. Ha biztos Prentit is megkéri a kezét, kiteszük már, megy gyorsan, gyere. Jaj, mongol asszony. Hát de szép, de Antoni medve vagy. Én vagyok a nagy medve. Az ilyen, téged is ritkán látni ruhába. Hát tedd buc, ananász. Hát mongol asszonyám, meg a orvosokat segítettek rajta. Hát elvesztettem mindenemet, úgyhogy valamit így összekaptam, aztán gyűjtem el. Nekem füstfelhők szeretnek engem maradjon. Elmondom, mi történt, megkarapott egy kígyó, én lelőttem. Egy kígyó, egy nagy kígyó volt. Egy csürgő kígyó megkarapott, én lelőttem. Nincs szemezzel a szememmel? Vagyis a lovam szemével? Nincs. Bukkefét egy pillanatra? Hát mit csinál van? Ez kézzel lókefét. Van nekem. Adok én, mi a kalapszáma? 191. Nagy lagzi lesz, gyerekek, nagy lagzi van. Frencsit, szóval volt te együgyű. Frencsit! Báá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 
egy potkány vagy te.
Adtam minden ilyen erőt, patkány vagy. A kurva anyádat. Úgy a kurva anyádat, ti tojad erő, patkány vagy. Átni mekkora putkány fúgtam én. Átni mekkora putkány fúgtam. Szép, szép. Opossum. Prenci, itt van Annanál, te miért nem kéred meg a kezét? Én majd megkérem a mongolacon kezé, kaptam gyűrű. Francis. Gondold át. Mit mondtál neki? Goddám, mit mondtál? Hát egy nagy döntést kell hozni. Hát de mit csinálna? Én nem tudom. Hát mit csináltó? Ez egymást lövik puskával. Csinál. Szia, Manó asszonya! Megkötözöm, nem látszódik. Hát mi lőtt rá? Onnan át. Én? Nem lőttem rá. Hát ő lőtt rád. Hát igen. Jó, ne nagy pucskája van, nagy pittolja van. A gyertek már a tegérre. Jack átöltözik, azt megyünk. Hát te, óma betettem a nagy tűke patkányommal. Gyá, Zsozsó, ide mellém, gyá. Hát de most hova tegyem a patkányomat, te nátszolj, Andi. Gyá már, Zsozsó. Ugum majd ott, mit hát... szólsz? Ugum majd ott, biztos lesz jöke patkány. Ez a nász olyan? Egy annát nagy, jaj, de nagy dugott patkány. Jaj, nézd csak az ifjú pártit, hát jó. Gyá, Zsozsó. Jaj, te... Te Mike, hölgy köszönjük. Mit csinált itt te fékegyelmű? Gyá, hoppany, ide fel már! Már nem, mindjárt felüldő. Csucsú, menni fog? Menni fog, ennem be tudok. Nem is aranyosan ülnek ott házban. Figyelj már, Dennis, nincs egy pipát. És már nem osztolom. Szia, Manu, azt mondja, mi a helyzet? Hogy van a babesz? Adj már nekem egy pipát. Hány csillag volt az égen? Hát nem tudom, 5000. Annyit számoltam. Négy havonta erősnek ez azért. Jó. Négy havonta azért erős. Erős azért újra pasztázni. De most jó, 66%-on megy a GPU, 60% a processzor. Érdekes, nem tudom, hogy miért pörgött így fel, de lehet, hogy egy ilyen keresőt majd indítok. 218. Na. Közben valakinek van egy kis étele. 191 csillag van az égen, én úgy látom. A Prentit ilyen miről becínnek ezzel? Én nem éltem Zsuzsókkal. És még elmondod, hogy én vagyok a felkegyelmi Zsuzsó? Ha Emirán azt mondta ez a neved. Ezek nem normálisak egyik sem. Egyik sem normális. Hát de figyelj már ide. Nem tudom, hogy vajon tudják-e, hogy attól függetlenül, hogy hátul beszélnék, mi is halljuk őket. Hát nem tudom szerintem. Csak ott nem tudják, Prentit, hogy mi is halljuk őket, érted? Mit mondod? Érted, ők itt csalnak, de ott nem tudják, hogy mi csaljuk őket, érted? Képzeljétek el, Jojo megint kívánta a szaros sorbatyáját. És akkor most, ha jön a farkacs, még mit csinál? Én lelüklek Francis, azt akkor mi elmegyünk? De retteg a farkasoktól, Jojo-ka. Ilyen daltoni medve vagy, hogy rettegsz a farkasoktól. Lehet benik én. Jojo, tudod, én tudok suttogni a farkasokkal, nem fognak bántani senkit. Nem, Jojo. Egyébként eléggé csalódott vagyok bennetek. Vagy nem csalódtam bennetek. Nem, hogy Jojo. Hát még várjuk a két dalt. Jojo, van egy ötletem. Csak Jojo-nak jutott eszébe, hogy hozzam nász ajándékot. Ez azért elég nagy probléma. Nem, nekem benne van a lovamba. A lovoda mi lassan nem lesz. Ezek mit szivakodnak itt? Semmit, mert szemtelen volt. Hát én nagyon nem élem, Prancic, hogy lett ott a matóta. Azt én most milyen lovat hívom, hm? Gyere, elviszlek. Le sajtoltál, neki jobban ne ülnék, remélem, mert sajtoltál. Főleg, hogy te... Ha milyen az a sajtoltál, nagyon nem élem lett a finomságukot. Sajtoltál, nem tudod milyen? Szia, drága Manom!
amit a halaknak elfenni csajnak, holgászoknak. Én elmondtam, mi fog történni, de meg azért is ezért provokáltad. Hát, hanem csajit, a sajtcsajit, abból lehet csinálni sajtot. Tehát meg épp a tót, épp a hetek, hát de angol csabon innek, én nem mondom. Jojo! Hát de az megint más. Épp a hetek, angol csabon! Angol csabon innek ennyi. Agyitel, goddám, agyitel! Itt vagyok a nagy mögbe. Hát beültem. A Jojo lesz a tanú meg a Jök. Ő, nem, ne, ki lesz a pap? Én leszek, én majd csinálom. Én nem tudok erre felülni. Kinek a pap, kinek a pap? Na, ott álljatok, csak ott jó lesz. Nincs szok jól, már, ugdos már, de jó. Nem megy. Gyertek, mi a helyzet, manókám? Még azt mondják, hogy mi vagyunk folcsák. Szerinted mi folcsák vagyunk, Jojo. Á, Francis Bolon. Én neked már még egyszer ott, te nagyon cívbe elcsad. Jojo! Ha mondjad. Én van szomorú. Igen. Hát nem étele. Nem. Figyeljetek ide! Akkor hogy lesz? Ki lesz a izi? Ki lesz a... Makuska! Makuska! Felmászott a fát! Eltört lába! Oktobá! Bácsi! Ne gyógyítsa meg! Holcot a makus! Olyan fáll meg! BÁLL! Megettem a mókut, nagyon finom! Kérnélek titeket két onoka, ami három. Then spent it most our lives living in the gangster's paradise.